Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Járda és óvoda felújítás, orvosi rendelőépítés, fejlesztési témákat tárgyalt a Szekszárdi GVB. Anyák napja, vasárnap ünnepeljük az édesanyákat és a nagymamákat idehaza. A rendőrség napja, elismerésbe részesültek Tolna megye legjobbjai. Ne nyúljunk a szarvasfélék kicsinyeihez. Egy simogatás az életükbe kerülhet. Elegendőek a források a szőlőhegyi óvoda felújításának megvalósításához, mondta el Posta Zoltán, a Szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja. Az ülésen szó esett még a járda felújításról és az Ellende utcai rendelő megépítéséről is. Hozzátette, ez utóbbinak elfogadták a terveit, úgyhogy megkezdődhet a közbeszerzés. 6 napirendi pontot tárgyaltak meg a tagok a legutóbbi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén. Egyik témát az a járda felújítás adta, amire a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata 2022. január 28-án nyújtott be pályázatot. A Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványtól több mint 12,5 millió forintos támogatást várnak. Ennek a nagy része az támogatott forrás. Az önkormányzatnak 1,5 milliót kell beletenni, tehát 13,5 millió forint az, amit elnyert ez a pályázat. Három utcában fog készülni néhány járdaszakasz, Mecsek utca, Szőlőköz és Major utcának néhány hiányzó szakaszán fog járda épülni ebből a 15 millióból. A másik fontos téma a szőlőhegyi óvoda felújításának helyzete volt, hiszen itt is lezárult már a közbeszerzési eljárás. A korábbi trendektől eltérően a források elegendőek a nyertes pályázati megvalósításához, tehát nem kell többletforrás igényel sehova mennünk, és szerződéskötéshez képest 12 hónapja van a kivételezőnek, hogy ezt a feladatot elvégezze, és szekszárdi vállalkozó tűnik, aki a legjobb ajánlatot adta. És hamarosan az Ellende utcai rendelő is megépülhet, hiszen néhány héttel ezelőtt elfogadták a terveket, úgyhogy most már meg tud indulni a közbeszerzési eljárás is. 1736 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.899.633 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 27, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.189 főre emelkedett. 1437 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 40 újabb fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 41.110-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Ketten meghaltak, ketten pedig megsérültek abban a balesetben, ami Dombóvár és Kocsola között történt. A rendőrség közleménye szerint eddig ismeretlen okból két autó ütközött frontálisan. A balesetben ketten olyan súlyosan megsérültek, hogy a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életüket vesztették. Két személyt pedig a mentők kórházba szállítottak. Átveszi az önkormányzat a temető működtetését az egyháztól Tamásiban. Erről most döntöttek a város képviselőtestületének tagjai. Erre azért van szükség, mert a településen tervezett fejlesztések a sírkert környékét is érintik, ehhez pedig rendezni kell a tulajdonviszonyokat. A döntést megelőzően a megállapodás megszületett az önkormányzat és a pécsi püspökség között is. A tamási temető nincs jó műszaki állapotban. A lehetőségeihez képest a város önkormányzata gondozta az eddig egyházi tulajdonban lévő sírkertet. A képviselőtestület úgy döntött, ajánlattal fordul a pécsi püspökséghez, jelezve tulajdonba vételi szándékát. A megkeresésre pozitív válasz érkezett. Most már több mint egy évtizede a város cégei üzemeltetik egy külön megállapodás alapján a temetőt. Több alkalommal tárgyaltunk a helyi egyházközséggel és a pécsi püspökséggel is arról, hogy hosszú távon is szeretnénk, hogyha a temető nem csak üzemeltetés szintjén, hanem tulajdon szintjén is az önkormányzat kezébe kerülne. A döntés hátterében az áll, hogy Tamási város önkormányzatának lenne lehetősége pályázatokat benyújtani a fejlesztési költségek finanszírozására. A temetőben a járófelületek, járdák nagyon rossz állapotban vannak. A ravatalozó az önkormányzati tulajdon, de egy úszótelekként a temető
területén található, de bővíteni, fejleszteni nem tudjuk anélkül, vagy nehezen tudjuk anélkül, hogy az nem a mi tulajdonunkban, hanem a városi önkormányzat tulajdonában van. A tulajdonváltás nem érinti azokat a szolgáltatásokat, melyeket eddig is igénybe vehettek a lakosok, mondta Patka Ferenc polgármester. Az még nem ismert, milyen pályázati alapok teremtenek majd lehetőséget a munkálatokhoz, de Patka Ferenc azt mondta, minden szükséges lépést megtesznek a fejlesztés érdekében. A január-márciusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 volt, 107.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a KSH. A 15-64 évesek közül 4.569.000 minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74% volt, 2,2% ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. Vasárnap ünnepeljük az édesanyák napját idehaza. Az óvodákban már lázasan készülnek a gyerekek, ugyanis a járvány miatt sok helyen átmenetileg elmaradtak ezek a rendezvények. A virágboltok és kertészetek is felkészültek a jeles nap miatt megnövekedett forgalomra. Anyáknapi műsorra gyakorolnak a gyerekek a szekszárdi Wunderland óvodában. Az egész hetet áthatja az ünnepi alkalomra való készülődés. Verseket, dalokat tanulnak, nem csak magyarul, németül is. Már ma este is lesz két csoportnak anyáknapi műsora, illetve a jövő hét folyamán minden csoportnak tartanak anyáknapi műsorokat, illetve most van kialakulóban az anyáknapi nyílt napoknak, a nyílt délelőttöknek a bevezetése, amikor az anyukáknak lehetősége van arra, hogy bejöjjenek anyáknapi alkalmából az óvodába, és egy egész délelőttöt itt töltsenek, és a gyerekeikkel együtt készülődjenek, kézműveskedjenek, együtt legyenek. Az anyáknapja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapján. Látod, milyen tiszta! A Nagykonyi óvodában szintén énekkel, verssel és saját készítésű kézműves ajándékokkal is kedveskednek majd az anyukáknak a jeles nap alkalmából megrendezett ünnepségen. A hagyományoktól kicsit eltérően egy napot az anyukák is jelen lehetnek az óvodában, és együtt játszhatnak majd a gyerekeikkel. Nálunk az anyák napja az nem annyira kötött fehéringes, fekete nadrágos történet, inkább egy kellemes délután, süteménnyel, teával, közös játékkal. A lényeg az együttlét. Akár választhatnak évelő szekvit is, mert ezt teraszon is lehet tartani, vagy akár kertbe is kiültethetni, mivel évről évre megújul, és ez is egy gyönyörű díszlet a kertünknek. Nagy Mátis Eszter elmondta, hogy a vásárlók nagy része egyre inkább azokat a cserepes, virágzó, illetve dísznövényeket veszi meg anyák napjára, amik hosszabb ideig lehetnek a kert vagy a lakás ékei. A jeles nap közelettével a kertészetekben és virágboltokban is megnövekszik a forgalom, sokan virággal fejezik ki szeretetüket a hozzátartozójuk felé. Vannak olyan növények, és vannak olyan emberek, akiknek nem adódik lehetőség arra, hogy kiültessék ezeket a növényeket, ezért olyan dísznövények megvásárlására is sor kerülhet, amit bent tarthatnak a lakásba. Legyen az egy szobarózsa, vagy akár olyan növényt lehet választani, amit a teraszunkat díszíti, egy akasztós muskátli, akasztós petúnia, vagy akár egy évelő szegfű. Az, hogy mennyit költenek egy anyáknapi vásárlásra, igen széles skálán mozog. Van, aki egy szár rózsával köszönti édesanyját, viszont akad olyan is, aki komoly összeget áldoz virágvásárlásra ezen a jeles napon. Magyarországon a rendőrség napját a kormány határozata alapján 1992 óta április 24-én Sárkányölő Szentgyörgy napján tartják. A jeles alkalomból részesültek elismerésben a Tolna megyei rendőrség és polgárőrség azon dolgozói, akik kiemelkedő teljesítményükkel, munkabírásukkal és elszánságukkal hozzájárultak a közbiztonság sikerességéhez a térségben. A Tolna megyei rendőrség legjobbjai is elismerésben részesültek a szervezet napja alkalmából megtartott ünnepségen. Szabó Csaba rendőrdandártábornok, rendőrfőkapitány többek között soron kívüli előléptetéssel, oklevéllel, kitüntetéssel jutalmazta azokat a kollégáit, akik kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően rászolgáltak arra. Kovácsné Nyúl Zsuzsanna, aki az év Tolna megyei rendvédelmi alkalmazottja címet kapta, úgy nyilatkozott, több éves pályafutása során mindig a legjobbat igyekezett nyújtani, ezért nagy megtiszteltetésnek érzi a kitüntetést. A Tolna megye rendőrfőkapitányság vezetőjétől az év Tolna megye rendvédelmi alkalmazott
elismerést kaptam, amely nagyon meglepett, és nagyon-nagyon örülök, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, köszönöm szépen. Köszönöm a dombóvári kapitányság vezetőnek és a vezetőségnek, hogy rám gondoltak és felterjesztettek. Az évrendőre kitüntetésben Máté Csaba, címzetes rendőralezredes részesült, aki elmondta, hogy ez az elismerés nem csak személyesen neki szól, hanem kollégáinak is, akiket az elmúlt időszak nehézségei között említett pandémia és illegális migráció is komoly kihívás elé állított. Azt gondolom, hogy az elismerés egyben felelősséggel is jár, hiszen hogyha az embert példaként állítják az állomány elé, akkor az azt jelenti, hogy a továbbiakban a munkában is és a magánéletben is példás teljesítményt kell letenni az asztalra. Korcsmár Péter, rendőralezredes, bűnügyi szakterületen kapta meg az évrendőre címet. Hatalmas megtiszteltetésként érte a kitüntetés, ami még jobban ösztönzi arra, hogy a legjobbat hozza ki magából és kollégáiból. Természetesen ezt az elismerést én kaptam, de mint a megyei főkapitányság bűnügyi osztályvezetője, ez nem csak az én munkámat dicséri, hanem ez szól azért nagy mértékben a kollégáimnak is, akik olyan teljesítményt tesznek le az asztalra, hogy én, mint a vezetőjük elismerésben részesülhetek, és természetesen az előjáróimnak is nagy köszönettel tartozom, hogy egyáltalán ezt a lehetőséget biztosították számomra, illetve hát a családom támogatása nélkül ez nem igazán tudott volna működni. Tolna megye legjobb polgárőre címet idén Lázár Emil, a Nagyszokói Polgárőr Egyesület elnöke kapta meg, akit váratlanul ért a kitüntetés. Elmondta, hogy a legnagyobb motivációt a családja és a polgárőr csapata jelenti számára, akikre mindig tud számítani. Nagyon örültem neki, váratlanul is ért az egész. Nem számítottam rá, szintén megmondva, de azért ez egy nagy motiváció az ember számára, hogy egy ilyen címmel kitüntetik, azért megbíznak ennyire a munkába. Idén 4 kiemelt kitüntetést osztottak ki a Tolna megye rendvédelmi szerveinél dolgozók között, ezen kívül többen előléptetésben vagy pénzjutalomban részesültek. Magyarországra szerdán az ukrán-magyar határszakaszon 5707 ember lépett be, míg a román-magyar oldalról 6523-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 779 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Az erdészeti szakemberek az elkövetkező időszakban kiemelten kérik a kirándulókat, hogyha aljnövényzetben rejtőzködő őzgidát, szarvasborjút találnak, ne háborgassák és legfőképpen ne simogassák meg azokat. Fontos tudni, ha a kicsinyeket egyedül látjuk a fűben megbújva, az nem jelenti, hogy elárvultak vagy betegek. Ha megérintjük őket, a szarvastehenet el fogja riasztani az ember szaga, és nem gondozza majd tovább kicsinyét, amely éhen pusztul vagy rakadozók áldozatává válik. Ennek a csetlőbotló őzgidának, illetve gímszarvas és dámborjak védelmére hívják fel a figyelmet az erdészeti szakemberek, ugyanis a kiránduló idő kezdete egybeesik a környező erdőkben élő szarvasfélék ellési időszakával is. A természetben barangolók gyakran a turista útvonalak közelében is találkozhatnak rejtőzködő kisgidákkal. A szarvasfélék kicsinyei vészhelyzetben próbálnak minél jobban beleolvadni a környezetükbe, nem menekülnek el. Jellemző különben az őzre az is, hogy nem csak egy, hanem kettő gidát is elég, tehát hogy nem csak egyet találhatunk, akár kettőt is. Ilyenkor mi arra lehetünk figyelmesek, hogy a nagy szempárakat látunk magunkra nézni, és hát olyan védtelennek tűnik az állat. Neki az egyetlen egy védekezési ösztöne, hogy rejtőzködik, tehát semmikor sem merül fel benne az, hogy mondjuk fölálljon és elfusson, hanem az alapvető élet ösztöne az, hogy rejtőzködjön, tehát biztos nem fog előlünk elfutni. Ha megérintjük őket, az őssutát, szarvas tehenet el fogja riasztani az ember szaga, és nem gondozza majd tovább kicsinyét, amely így éhen pusztul, vagy a ragadozók áldozatává válik. Sokak fejében megfordul az is, hogy hazaviszik és felnevelik ezeket az állatokat. A szakemberek ettől is óva intik a kirándulókat. Arról nem beszélve, hogyha most még sikerülne is felnevelni, akkor utána mit kezdünk vele? Tehát ugye a bakok miután ivaréretté válnak, akkor veszélyessé is válhat gyakorlatilag, és utána gyakorlatilag 10-12 évig eléle győzik-e, úgyhogy ez a húsvéti nyúlnak az esete, hogy húsvétre se vásároljunk élő nyulat, ha csak nem tényleg azzal a célra, hogy fel is tudjuk nevelni.
Ha valaki megmenti a gidát, borjút és elviszi, jogilag lopást követel, mert az élő vad az állam tulajdona. Az őzgida vadgazdálkodási értéke a vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete szerint 50 ezer, a gím és dámborjúi 100 ezer forint. Regionális híreink következnek. Meg kell állítani az elvándorlást. Emelni a buszvezetők bérét a politikus Pécsen. Jön a szúnyog szezon. A lakosság is tehet a vérszívók ellen, és új fajokat is bejelenthet. A legnagyobbakat keresik. Hetedik alkalommal rendeznek nemzetközi balatoni ponyfogókupát a Balatonnál. Komoly működési zavarokkal fog járni, ha nem állítják meg a pécsi buszvezetők elvándorlását a Tükebusztól, mondja a helyi Fidesz frakcióvezetője. Ez pedig csak is az alapbérük emelésével érhető el. A helyi közösségi közlekedés bonyolító önkormányzati cégnél januárban volt béremelés, azonban ez nem éri el azt a szintet, ami maradásra bírná a sofőröket a politikus szerint. 8 új elektromos busz érkezik Pécsre, ez volt a hír a napokban a Baranyai megyeszékhelyen. Azonban kérdés, hogy lesz-e elég sofőr a pécsi közösségi közlekedést végző önkormányzati cégnél, ezt vetette fel a helyi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter szerint rendezni kell a buszvezetők bérét, mert nem lesz, aki vezesse a járműveket. 1400 forintra emelték meg a buszsofőröknek a bruttó óradíját, csak hogy érzékeltessem, hogy ez milyen alacsony összeg. A jelenlegi garantált bérminimum órára vetített bruttó díj az 1600 forint, tehát 200 forinttal vannak elmaradva, ami ugye nagyon jelentős havi szinten, nagyon jelentős összeget jelent a munkavállalók pénztárcájának. Ezért mi már korábban is azt javasoltuk, hogy ezt az 1600 forintot, ezt mindenképpen biztosítani kell az idejében. Azért, hogy megállítsák a sofőrök elvándorlását. Tavaly a buszvezetők 10%-a hagyta el a Tükebuszt. Hiába emeltek januártól alapbért, ez még mindig alacsony a cégnél működő egyik szakszervezet szerint, mondja a politikus. Ez komoly működési nehézségeket okozhat. Járat ritkításokra, járat kimaradásokra, esetleg tördésekre kell számítani, hiszen nem lesz elég sofőr, aki vezesse a városi buszokat. Annak ellenére egyébként, hogy itt a közeljövőben, tehát valószínűleg jövőre újabb 8 autóbusz, elektromos megkötésű autóbusz fog érkezni, ami egyébként örömteli hír, tehát azt gondolom, hogy nem ezzel van a probléma. A probléma azzal van egyébként, hogy úgy tűnik, hogy a városvezetésnek mindenre van pénze, csak éppen arra nem, amire kéne. Ilyen a sofőrök bérezése is, miközben a baloldali cégekhez, a tanácsadókhoz 100 milliók vándorolnak, mondja a frakcióvezető. Csizmadia Péter javaslata szerint meg kell adni az 1600 forintos alapúra bért a sofőröknek. Ezt a következő közgyűlésen javasolni is fogja, hogy biztosítani tudják a pécsi közösségi közlekedés folyamatosságát. Már elkezdődött a szúnyogok aktív időszaka. Március-április környékén ezért elindul a gyérítésük is, mint minden évben úgy idén is ezt a katasztrófavédelem végzi. Az elmúlt években feltérképezték a legfontosabb élőhelyeket, hogy ott környezetbarát biológiai módszerrel írtsák ki a vérszívókat. A lakosság is sokat tehet a rovarok szaporodása ellen, sőt akár új fajokról is értesíthetik a szakembereket egy mobil alkalmazás segítségével. Megkezdte az idei országos szúnyoggyérítési program végrehajtását a program koordinálásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Idén befejeződik az a 3 éves program, amelynek keretében a csípőszúnyogok legfontosabb élőhelyeit térképezik fel. A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés azokra a régiókra, folyómenti térségekre és a nagyobb tavak környezetére terjed ki, ahol rendszeresen jelentős szúnyogártalom alakul ki. A pécsi szakember szerint azonban a lakosság is sokat lehet a vérszívók megjelenése ellen. Eleve megszüntetjük az udvarunkban, kertünkben felgyűlő kis pocsolyákat, vízgyülemeket, ami tökéletes szaporodó helyet biztosít a szúnyogok számára. Tehát ha ezeket mi magunk a saját kertünkben rendbe tesszük, és nem adunk lehetőséget a szúnyogoknak, hogy szaporodjanak, akkor már egy lépéssel előrébb járunk. Néhány éve egyébként Magyarországon is megjelentek úgynevezett inváziós szúnyogfajok, azaz nem őshonos rovarok. Ezek az ázsiai tigris szúnyog, a japán bozót szúnyog és a koreai szúnyog. Az ilyen és más eddig hazánkban még nem észlelt vérszívók megtalálását és kutatását segíti az a mobil alkalmazás, amely nemrég indult el. Ebben a lakosság is segítheti a tudósok munkáját.
bárki küldhet be fényképet egy szerinte inváziós fajról, vagy amit úgy vél, hogy ő inváziós fajt talált, és ezeket a képeket beküldve az applikáción keresztül szakértők ellenőrzik, validálják, hogy valójában milyen fajt sikerült lencse végre kapni, és ezekből, hogyha esetleg tényleg van köztük inváziós szúnyogfajnak a példánya, ezekből nagyon sok fontos információt tudunk mi kutatók nyerni. Az Országos Szúnyoggyérítési Programnak egyébként az a célja, hogy a különböző technikák között növeljék a környezetbarát biológiai módszer arányát. A feltérképezésnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének köszönhetően ugyanis pontosan és hatékonyan alkalmazható az az eljárás, amellyel természetes úton csökkenthető a szúnyoglárvák száma. Hetedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Ponyfogó Kupát a Balatonnál. Idén 240 csapat jelentkezett a hatnapos megmérettetésre. A verseny harmadik napján még visszafogott eredmények születtek, bár néhány nagy hal már megmutatta magát. Békésen ringatóznak a csónakok Zamárdi partjainál. A bojlisok múlt hét vasárnap óta várják, hogy nagy halak adjon a csalira. Ha kapás van, akkor azt mi halljuk, bent a sátorban van egy vevő, megvan, hogy ejtő és húzós kapás, arra tudunk reagálni, és akkor a csónakba pattanunk egyedül vagy ketten, attól függ, hogy milyenek a időjárási körülmények. Ha nagyon nagy a szél, akkor általában ketten szoktunk menni, de általában azt meg szoktuk oldani egyedül is a Szabival, a társammal. Nagyon föl kell mindenre készülni. Tehát mindennek itt kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen versenyt tökéletesen le lehessen bonyolítani eredményesen. A szervezők némi újítással is készültek az idén a már megszokott versenyelemek mellett. A versenypályát egy picit ritkítottuk is, bővítettük is, tehát azok a helyek, ahol tudtuk, hogy picit gyengébben muzsikáltak, gondolok itt Siófokra, ott a versenypálya, a versenyszakasz megmaradt, csak kevesebb csapattal, illetve az idejében egy újítás, ez a GPS-es történet, amit ugye most nekünk is új még, meg a csapatoknak is, ugye nyilván így sokkal jobban nyomon tudjuk követni a csapatok mozgását, és így bekerültek már azok a helyek is, ahol egy csapat, tehát nem két-három csapat ül egymás mellett, vagy esetleg ennél több, hanem ezek a kisebb strandok, és kicsit szélesítettük a versenypályát. Nagy küzdelem várható az idén is a top 5 bekerülésért, amit a csapat 5 legnagyobb halának átlaga alapján számolnak és döntenek el. De ezen felül még számos trófeát begyűjthetnek a versenyzők. Aki nagy halakat fog, de kevesebbet, ott is van egy díjazásunk, első, második, harmadik hely, valamint a 240 csapatos versenypálya fel van osztva 9 szektorra, ami azt jelenti, hogy ilyen 26 és 29 csapat van egy adott szektorba, azon a szektoron belül is az a 5-6-7 csapat egymással versenyben van, és azok közül is kerül ki egy első, második, harmadik hely. Nyilván, hogy ne legyen olyan, hogy egy csapat több díjat is elvisz, így mindig a csapat az adott díjazásnak a nagyobb díját viszi el. Így automatikusan például, hogyha valaki mondjuk top 5-be szektor második, és szektorjába, vagyis az adott szektorába első, akkor nyilván az első helyet azt úgymond onnan kiszedjük, így aki a szektor második, az az első, aki a harmadik, tehát így nagyobb esélyük van, így közel 50 csapat díjjal fog hazatérni. Egyetlen egy olyan díj van, ami nem befolyásolja, ezt a verseny legnagyobb haldíja, ami szintén kettőre lett bontva. Díjazzuk a verseny legnagyobb tőpontját és a legnagyobb tükörpontot is. A Van of Fox már rutinos csapatnak számít, és bár az idén szerintük egy közepesen jó helyet sikerült húzniuk a helyek sorsolásakor, még bármi megtörténhet a verseny végéig. Itt, ezen a helyen, vagy ebben a szektorban, én úgy gondolom, hogy a szektor elsőségért tudunk majd küzdeni. Itt Zamárdiba szoktak fogni elég sok nagy halat, 20 kiló felett, itt talán az 5 legnagyobb hal kategóriájában is jók lehetünk. Meg ha szerencsék van, akár a legnagyobb halat is meg tudjuk innen fogni, mert a keleti medencéből többször fognak nagy pontyot, akár 30 kiló körül is. A bojlisok szombaton reggel 8 óráig versengenek egymással. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Járda és óvoda felújítás, orvosi rendelőépítés, fejlesztési témákat tárgyalt a szekszárdi GVB. Anyák napja, vasárnap ünnepeljük az édesanyákat és a nagymamákat idehaza. A rendőrség napja, elismerésbe részesültek Tolna megye legjobbjai. Ne nyúljunk a szarvasfélék kicsinyeihez, egy simogatás az életükbe kerülhet.
Pénteken a reggeli időszakban lehet néhol párásság, mérsékelt felhőzet, majd nagyrészt kitisztul az ég és napos idő várható. Jelentős csapadék nem valószínű, elvétve kialakulhat egy-egy helyi jelentéktelen zápor. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!